A Manchester United brit átigazolási rekordnak számító összeget kínál Eden Hazardért. A Chelsea januárban ajánlatot tesz Leonardo Bonucciért az AC Milan játékosáért. Nézzük hát az elmúlt napok legérdekesebb átigazolási híreit. További foci hírekért és érdekességekért kövesd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát is. És ha nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára! A korábbi sajtóhíresztelések utáni már hivatalossá vált, hogy Sandro Wagner, a Hoffenheim játékosa januártól a Bayern Münchenben folytatja pályafutását. A 30 éves Bayern nevelésnek számító támadóért, aki 2020-ig írt alá korábbi csapatához, megközelítőleg 15 millió eurót fizet majd a rekordbajnok. A rutinos csatár szerződtetésére azért volt szükség, mivel Robert Lewandowski-nak, a csapat első számú gólfelelősének jelen pillanatban nincs megfelelő helyettese a keretben, amiből az következik, hogy Wagner csak a második számú támadó lesz a Bayern együttesében. Ezzel pedig az esetleges világbajnoki szereplését is kockáztatja, mivel ha nem kap elég játék lehetőséget, akkor Joachim Löw, a Nationalelf kapitánya, alig ha fogja magával vinni az oroszországi tornára. Sandro Wagner egyébként a Bundesliga idei kiírásában eddig 11 alkalommal lépett pályára, és ezeken 4 gólt szerzett. A Manchester United együttese januárban egy 68 millió eurós ajánlatot készült tenni Alexandroért, a Juventus védőjéért. A 26 esztendős brazil játékos egyike azoknak, akik José Mourinho-nak, a Vörösördögök menedzserének kívánságlistáján előkelő helyen állnak, és a portugál szakember már utasította a klubvezetőit, hogy a téli átigazolási időszakban mindent tegyenek meg a futballista megszerzéséért. Ám előfordulhat, hogy ez a 68 millió eurós ajánlat nem lesz elegendő, figyelembe véve, hogy a nyár folyamán a Chelsea hiába ajánlott ettől jóval többet, mint egy 73 millió eurót, a Juventus ezt visszautasította. Mindezek ellenére a Unitednél most úgy érzik, valós esélyük lehet megszerezni a Porto egykori játékosát, akinek az elmúlt hetekben megingott a helye a torinóiak kezdőcsapatában, és a Bianconeri elmúlt 5 bajnoki meccsén mindössze 2-szer lépett pályára. A Juventusnál már felkészültek Sandro esetleges eladására, és a hírek szerint Filipe Luizzal, az Atletico Madrid balbekével pótolnák őt. Brit sajtóinformációk szerint a Chelsea együttese is bejelentkezett Leonardo Bonucciért, az AC Milan játékosáért. Az angol bajnoki címvédőnél 48 millió eurót sem sajnálnának januárban a 30 éves védőért, aki nyáron igazolt a piros-feketékhez, de eddig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Bonucci az elmúlt közel fél évben meg sem közelítette a Juventusban nyújtott teljesítményét, és újdonsült csapatával csak a csalódás keltő 8. helyen állnak az olasz bajnokságban. Márpedig ha a Milán nem végez bajnokok ligája indulást jelentő helyen a szezon végén, akkor a deficit elkerülése véget kénytelen lesz megválni jó néhány kulcsjátékosától. Ezt a lehetőséget szeretné most kihasználni a londoni klub is, akik a távozó félben lévő David Luiz pótolnák a 75-szörös olasz válogatott játékossal. Ez még így sem lesz egyszerű feladat, miután a beszámolók szerint a Barcelonánál és a Manchester Citynél is szóba jött Bonucci megszerzése. Annak ellenére, hogy Zinedine Zidane, a Real Madrid edzője nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy januárban nem akarnak támadót igazolni, de a klubhoz közel álló források ennek éppen az ellenkezőjét állítják. A hírek szerint a francia szakember a színfalak mögött kétségbe esetten keres a gólinséggel küzdő Karim Benzema helyére egy klasszis támadót, amit Kun Aguero, a Manchester City csillagának személyében már meg is talált. Úgy hírlik, az argentin klasszis eléggé megorrol Pep Guardiolára, a City edzőjére, miután előbb a manchesteri városi derbit csak a kispadról nézhette végig, majd bár a Tottenham elleni rangadó már kezdett, azonban hamar a lecserélés sorsára jutott. Csalódottságát jól mutatta, hogy ez utóbbi esetnél földhöz vágta a kesztyűit, és a katalán edzővel sem volt hajlandó kezet fogni.
Ezek fényében a 29 éves támadónak sem lenne ellenére a Real Madridhoz igazolni, akik nem sajnálnának 70 millió eurót sem fizetni a korábban a városi vetélytárs Atletico Madridban is megforduló klasszisért. A The Sun angol bulvárlap szerint a Manchester United hamarosan egy 90 millió fontos, vagyis egy 102 millió eurónak megfelelő ajánlatot fog tenni Eden Hazardért, a Chelsea klasszisáért. Ez az összeg egyébként brit átigazolási rekordnak számítana. José Mourinho, a United mestere, a Chelsea edzőjeként már dolgozott együtt a belga játékossal, akivel azóta is remek kapcsolatot ápol, és nagy rajongója a középpályás játékának. Hazardra korábban a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is kivetette a hálóját, ám a portugál tréner úgy gondolja, hogy klubja képes lehet győztesként kijönni a játékos megszerzéséért folytatott harcból. Mint ismert, a 26 éves belga csillag nemrégiben visszautasította a Chelsea szerződés hosszabbítási tervezetét, amely 300 ezer fontos heti fizetést garantált volna neki, amivel a londoni klub valaha volt legjobban kereső játékosává válhatna. Spanyolországban minden esetre biztosak abban, hogy a játékos azért döntött így, mert a Real Madrid hívószavára vár, ahol együtt dolgozhatna példaképével, a jelenleg a Blancókat irányító Zinedine Zidannal. Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Hazard a jövő nyári világbajnokság után csatlakozik majd a madridi óriáshoz. Ha tetszett az összeállítás, akkor oszd meg, lájkold, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy időben értesülj legújabb videóinkról.